Stop and Start rendszer a lehető leghamarabb készenléti módba kapcsolja a motort. Így csökkenti az üzemanyagfogyasztást és az üvegházhatású gázok kibocsátását. Természetesen a jármű berendezései, például a multimédia rendszer vagy az indukciós töltő készenléti állapotban is működnek. A gépkocsi mechanikai és elektronikus részecskéinek kialakítása igazodik a Stop and Start rendszer használatához. Ha a jármű piros lámpánál vagy például dugóban megáll, a motor automatikusan leáll. Ekkor egy figyelmeztetés jelenik meg a műszeredtségen, hogy figyelmeztesse Önt a motor készenléti állapotára. Ha a jármű automata váltós, az előválasztó karnak D, M vagy N helyzetben kell lennie, és a vezetőnek eléggé nyomnia kell a fékpedált ahhoz, hogy a motor biztosan leálljon. Ha az A visszajelző villog a műszeredtségen, ez azt jelenti, hogy a fékpedált a kezelő nem nyomja eléggé ahhoz, hogy a motor készenléti módba kapcsoljon. Amikor felengedi a fékpedált, a motor újraindul. Ha a jármű ismeri az autóhold funkciót, a fékpedált szabadon felengedheti, miközben a motor készenléti módban marad. Gázadásra a motor újraindul. Fontos tudni, hogy a gépkocsitól függően a motor leállítás gyorsulás közben is bekövetkezhet, ha adottak ugyanazok a feltételek, mint álló helyzetben. Ekkor a jármű vitorlázás üzemmódba vált. Bizonyos helyzetekben, különösen útkereszteződésekben állva, a gyors elindulás érdekében hagyja járni a motort. Automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik esetén ehhez a művelethez egyszerűen csak nyomja le a fékpedált. Kényelmi okokból bizonyos esetekben az automatikus motorleállítás nem lép működésbe. Ha például a vezető ajtaja nyitva van, a biztonsági öv nincs bekapcsolva, manőverezés közben, ha a motor túl hideg vagy túl meleg, ha az akkumulátor nincs megfelelően feltöltve, ha a hőkomfort nem biztosított, vagy meredek lejtőn. Más esetekben, például ha a motor készenléti módban van, amikor piros lámpán áll, a motor újraindulhat emberi beavatkozás nélkül, például hogy lehetővé tegye a légkondicionáló működését vagy az akkumulátor töltését. Minden esetben egy áthúzott A visszajelző jelenik meg a műszeredtségen, hogy figyelmeztesse Önt, ha a motor nem kapcsolhat készenléti módba. A funkció kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot. A műszeredtségen megjelenik a Stop and Start kikapcsolva üzenet, és a kapcsoló visszajelző lámpája világítani kezd. A rendszer visszakapcsolásához nyomja meg ismét ezt a gombot. Az utazás végén ne felejts el kézzel leállítani a motort. Ellenkező esetben a jármű automatikusan újraindul, amikor az ajtó kinyílik, vagy amikor a vezető kikapcsolja a biztonsági övét. Ne feledje, hogy a legközelebbi használatkor a Stop and Start rendszer mindig automatikusan bekapcsol.